Mit jelent? Címmel 3 hete indította el szabad egyetemi konferencia sorozatát a Pécsi Egyházmegye. Az előadók olyan meghatározó fogalmakat készülnek megvilágítani, amelyek nem csak a kereszténységben, hanem a hétköznapi életben is fontosak. Első alkalommal a hit, ezúttal pedig a remény volt az előadások témája. Udvardy György pécsi megyéspüspök egyebek mellett arról beszélt, hogy a remény összetett erőforrás, amely személyes élményeken és meggyőződésen alapul. Ráadásul a reménnyel kapcsolatban életünk egy lényegi kérdésével szembesülünk, nevezetesen azzal, hogy valójában hol van az én erőforrásom, hol van az én meggyőződésem, hol van az én bizonyosságom. Valójában ez az, ami az én reménységem. Bodó Márta irodalmár, teológus és lapfőszerkesztő Kolozsvárról érkezett Pécsre. Ezt a szabad egyetemet azért tartja fontosnak, mert olyanok is betérhetnek az előadásokra, akik más egyházi eseményekre nem mernek elmenni. Ez pedig megteremti az együttgondolkodás lehetőségét, és kifejezi az egyház nyitottságát, válaszkeresését. Mennyire tűnik úgy a mai világnak, hogy üres szólam az, amit a mai világ hall az egyháztól a reményről, és hogy hogy lehetne ezt tartalommal telíteni a esetleg nem templomba járó, de nagyon is a reményét és az élete értelmét kereső embernek. Mert te vagy az én reménységem, ó Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva. Várszegi Asztrik püspök pannonhalmi főapát szerint az ember egyik alapvető tulajdonsága az örök reménykedés. Enélkül ugyanúgy nehéz lenne élni, mint a hit vagy a szeretet hiányában. A keresztény ember reményének alapja pedig Jézus Krisztus lehet. A keresztény remény élő remény, mert élő személyes kapcsolaton alapul. És azt gondolom, ez a minőségi különbség, és ez a más, ami az emberi általános hétköznapi reményt fejezi ki, és ez az, amit hívő módon egy keresztény a személyes Istenben reménykedik. A Szabad Egyetem következő témája a szeretet lesz, melyről Udvardy György pécsi megyéspüspök mellett Kellermayer Miklós sejtkutató professzor és Varga László plébános, a Kaposvári Egyházmegye általános helynöke beszél majd november 25-én.